Péter, a kőszegi történetekben írtál itt alkotó irodalmárokról, írókról, költőkről, akik tanítottak a jezsuita gimnáziumban, aztán ugye, ahogy alakult az utódaiban. Miért választottad őket? Kőszeg történetét végig gondolva, ugye számos nagyon fontos eseményt tartunk számon, 1532 és Ossor nyilván, és valahogy ez ragadt benne a köztudatba, hogy ez Kőszeg legjelentősebb és legfontosabb korszaka, ez a 16. század, soppant ritkán is itt szóval 18. századról, holott a város számos értelemben élte a szellemi virágkorát ebben az időszakban, és hát ekkor a 17. században alapított gimnázium egy olyan fajta tanárdiák hálót hozott létre, ami jó száz esztendeig meghatározta a várost is, aztán meg a város mellett időnként beleszólt az országos műveletes történeti eseményekbe vagy eseménysorokba. Ráadásul ugye ez a gimnázium azért azt mondjuk el, hogy hát különleges, nem is tudom, hogy az országban hány ilyen van, hogy jezsuitaként kezdte a pályafutását, volt egy kicsit pianista. Aztán pedig bencés lett. Ez egy elég rendkívüli helyzet, és ugye ennek megfelelően az itt alkotó értelmiségi, tanárértelmiségi garnitúra is ehhez igazodott valamelyest, és ugye az ő kapcsolati hálójuk, tehát nagyon érdekes volna egyszer megkutatni azt, hogy ez pontosan hogyan nézett ki. De ugye kiemeltél ebben a szövegben, amit megírtál, néhány ilyen alkotó irodalmárt, esetleg beszélő, pedig volt Faludi Ferenc. Igen, ugye? Hát számomra ő itt a dolognak a kiinduló pontja. Ugye ő 704-ben született Németújvárot, aztán pedig ide került Kőszegre, a jezsuita gimnáziumba tanulóként. Aztán idővel visszakerült a gimnáziumba, akkor már mint jezsuita, és a gimnázium igazgatójaként működött két esztendeig. És az ő keze alól került ki egy olyan alkotó, például, mint Reinisch József, aki a nyelvújítás korának egy meghatározó szerzője. Tehát Faludi atyával indul szépen a sor. Ugye Faludi költészete egészen különleges költészet, ahogy az életútja is az egyébként, mert hogy az életútját, hogyha végig tekintjük, akkor elképesztő karriert futott be a tehetségeivel, hogy ennek a csúcsa 5 év Rómában, amikor hivatalosan a római, a vatikáni magyar zarándokoknak a gyóntatójaként szerepelt. Ez állítólag nagyjából megfelel a mai vatikáni nagykövet posztnak. Ekkor tájt elsősorban fordított latinból és mindenféle egyéb nyelvekből. Aztán a rend megszűnésekor érdekes módon valahogy elfelejtődött Faludi atya. Ugye azt tudjuk, hogy a vezető jezsuiták azért kaptak posztokat, és kaptak mindenféle segítséget a rend feloszlása után. Hát Faludi atya nem, ő ide került rohancra Kőszeg mellé, egy szegényházba, egy Batthyányák által fenntartott szegényházba, és itt élte az életét, és itt írta a verseit. 43 verset írt összvész ez a püspöki könyvtárban a kézi. De a szerelmes versetben nem vannak? Neki olyan nem volt. Neki olyan nem. Nem, ez a 43 vers ez arról szól, hogy az élet szép. Tehát, hogy jó sétálni a Rohonci tópartján, szép hallgatni a madarakat, nagyszerű dolog a pipázás, és a világon a legjobb élete a szakácsnak van, mert hogyha beteszi maga mögött a konyhaajtót, akkor onnantól azt csinál, amit szeretne. Most ezek a versek, ezek úgy szépen csendben lappangtak, és hát óriási meglepetés volt 1977-ben Vörös Sándornak a Három veréb hat szemmel című kötete, ami egy ilyen kis alternatív irodalomtörténet, és beemeli Faludi atyát, és ír egy ilyen mondatot róla, miszerint atyánk és mesterünk ő. Tehát nagyjából innen, ez kanonizálja újra ezeket a verseket, mert hogy ez a költészet, tehát Faludi költészete
Nem feltétlenül simul össze a 19. századnak az irodalom eszményével, tehát nincsen benne nemzeti gondolat, nincsenek benne hazafias érzelmek. Nem, ezek, ahogy mondtam, csak arról szólnak, hogy szép az élet. Nos, ja, és ráadásul ugyancsak Rohonczon megéri a Téli éjszakák című novellás kötetét, ami meg attól izgalmas, hogy tudatosan gyűjtötte a rohonci népnyelvet, illetve a szólásokat, közmondásokat, és a Téli éjszakákban a szereplők a rohonci tájnyelven beszélnek, úgyhogy jó néhányan Faludi atyát úgy tartják számon, mint a magyar irodalmi népiességnek az elindítóját. Tanárként pedig minden bizonnyal zseniális tanár lehetett, hiszen Reinisch József, akit szintén említettem, több versében fordul hozzá, és óriási hálával fordul Faludi felé. Ha már Reinisch, ugye Reinisch, ő pedig a nyelvújításnak a meghatározó alakja, a Kazinczy munkatársa, tehát hihetjük azt nyugodtan, hogy ott is, tehát abban a korszakban is még bőven benne volt Faludi atya. A Faludin és Reinischon kívül még azért mások is szerepelnek ebben. Igen, igen, igen. Hát az egyik kedvenc szerzőm, ő Fábcsics József, aki szintén itt végzett, kortársa Reinischnak, sőt, nagyon jó viszonyban voltak. Kőszegen született, itt végzett a gimnáziumban, aztán ő is belépett a rendbe, és Győrbe került. Most Fábcsics a legharcosabb nyelvújítók egyike volt. Olyannyira harcos, hogy időnként a barátai is óvták, hogy talán nem kéne. Elképesztő ötletei voltak a magyar nyelv elterjesztésére. Az egyik ötlete az volt, hogyha bármely idegen betelepül az országba, annak azonnal adassék magyar név, mert hogy az a legkevesebb. A legmeredekebb ötlete az pedig úgy szólt, hogy mindazon papok, akik hajlandóak magyarul misézni, azok nősülhessenek. Hát nem annyira. Az általa használt nyelv hát gyakorlatilag olvashatatlan. Tehát olyannyira kőkemény nyelvújító, hogy emberfia nem érti azt, amit ő leírt. Egy csöppet elszabad a szekér, pontosan. Az jó, hogy ez talán azért nem valósult meg, mint az, amit elképzelt, de nyilván a korban azért ennek itt volt egy észlelése, tehát gondolom, hogy azért a kőszegélyek erről valamit kellett, hogy tudjanak. Minden bizonnyal, mert hogy megható az, hogy Reinisch is, meg Fábcsics is bárhol megjelent írásban, mindenütt kőszegi erőnévvel jelent meg, tehát kőszegi Fábcsics József és kőszegi Reinisch Józsefként adták ki a munkáikat, úgyhogy bizonnyal benne ez volt az ez. Az erős identitás, ami Krisztóf Ágotánál ugye azt sugallja, vagy arra készített, hogy azt kérje, hogy itt nyugodjon, csak hogy egy késő irodalmi példát idézzünk fel, az tulajdonképpen már ott megy. Igen, 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 igen. És valóban erről jóval kevesebbet tudunk, mint arról, hogy az ostrom igen. Hogyan hat az európai közvéleményre, és egyáltalán és az ugye annak kapcsán válik híressé. Miközben, és ráadásul ugye a szabadságharc alatt, azzal meg én foglalkoztam a kötetben, hogy a szabadságharc alatt, független attól, hogy most a horvátokkal mi történt, ez a Schwarzgelb jelző, magyarán ugye azt fejezi ki, hogy tulajdonképpen ez egy császárhűváros. Ez a szabadságharc sajtójában állandóan toposzként és ilyen állandóként előjön kőszeggel kapcsolatban. A kőszeggel próbálnak tiltakozni és próbálják magukat jól lemosni ezt az árulóváros toposzt, de nem nagyon megy. Holott az előzményekből meg éppen az derül ki, hogy itt nagyon is volt nemzeti, ugye a formálódó nemzeti identitás. Igen, 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 igen. Egyébként pont a szabadságharc utáni időszakot említed. Ennek a sornak, amit itt magamban fölállítottam, az utolsó alakja egy Béri Fidél nevű bencés szerzetes, aki a gimnáziumnak volt igazgatója. Ő is itt tanult, aztán visszajött, és a 60-as években leírja szegényen, hogy ennél nagyobb szégyent, hogy ő neki németül kelljen tanítania, ennél nagyobbat még soha meg nem ért. Egy olyan városban, ahol egyébként a lakosság többség, akkor még. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.